egyik vizes blokk felújításán dolgoznak a szakemberek a körösi óvodában. Mintegy 2 millió forintból kicserélik a vízvezetékeket, burkolnak, valamint új mosdókat, vécéket és zuhanyzót alakítanak ki. Ez az utolsó ilyen helyiség az intézményben, ami korszerűsítésre várt. A nyári karbantartási felújítási munkálatok során két csoportszoba parkettája is megszépül, ez több mint 1,5 millió forintba kerül. Egy csoportszobában 25 kisgyermek jár, és ez elég nagy igénybe van véve, és 8 éve történt itt, hogy felcsiszolták, lakkozták, de mivel ilyen nagy igénybe volt véve, ezért időszerű volt, hogy a csoportszoba lakkozása, csiszolása megtörténjen. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Városfejlesztési Bizottságtól erre a két csoportszobára kaptunk pénzt. Megújultak a Bercsényi iskola tornatermének öltözői is, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a vizes helyiség, rendbe tették az ajtókat. Van, ahol már csak a takarítás maradt hátra, a napokban befejeződik a tantermek festése is. A főépület tetőszigetelést kapott ide és a Vánci iskolába, hamarosan napelemes rendszert telepítenek. Úgynevezett fotovoltaikus rendszer kerül elhelyezésre, erre a város európai uniós forrás nyert, abból valósul meg mindkét beruházás. Ezek egyébként az iskolák energiaellátását hivatottak úgymond csökkenteni, illetve ennek költséget csökkenteni. Ehhez kapcsolódóan egyébként a város döntött arról, hogy sajnos a tetők nincsenek jó állapotban, ezeknek a részleges felújítása a szükséges mértékben megvalósul szintén, tehát a későbbi beházások és egyebek tekintetében ezek megoldásra kerülnek. Az önkormányzat által elkülönített 150 millió forintos alapból a város minden iskolájában végeznek karbantartást és felújítást a nyáron. A tervek szerint a tanév elejére mindenhol végeznek a munkálatokkal a szombathelyi köznevelési GAMESZ szakemberei.